Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! A népművészet mestere lett Lőrinc Etel. Csak nem 30 éves alkotói munkát ismertek el. Csobánolás. Hidason újra felelevenítik a bukovinai székely népszokást. A hosszú élet titka. Szeretni és szeretve lenni. 100 éves lett Pap Lajosné, Anna néni. Lőrinc Etel olyan családban született, ahol a székely kultúra továbbéltetése mindenkinek szívügye, majdhogy nem küldetése volt. Fiatalon már tanított, néprajzi táborokat szervezett, közel 30 éves oktatói-alkotói munkáját a népművészet mestere címmel ismerték el. Lőrinc Etel textil tervező iparművész. Édesanyja Lőrinc Aladárné a népművészet mestere, édesapja Lőrinc Aladár szövőszék készítő volt. A családjában Gáspárok és Lőrincek voltak, generációk óta öröklődött az alkotás tehetsége. Kinek a kézügyesség, kinek az írásra való tehetség. Szinte egész életét átjárta a székely kultúra védelme, kutatása, tanítása. Munkásságát ezúttal a népművészet mestere díjjal ismerték el. Elvittem a gyerekeket a Néprajzi Múzeumba, és sok-sok szépséget mutattam nekik, szőnyegeket és egyebeket is. És az egyik lengyeli fiú odajött hozzám, és azt mondta, jöjjön csak. Azt mondja, na, ez mind szép volt, de ez szőnyeg. Mert talált egy bukovinai festékest. Ez a miénk. Tehát, hogyha egy tizenéves gyerek a sok szépség között megtalálja a sajátját, és azt mondja, hogy ez a miénk, vagy melyénk, ahogy mi mondjuk. Ez egy olyan messziről átöröklődött dolog, hogy ez nekünk annyira fontos, hogy ennek benne kell lenni a vetett ágyba, ennek ott kell lenni a lakodalmakkor. Amikor Bukovinából eljönni készültek a székelyek, akkor nagyon-nagyon sok kép készült, hála Istennek, ezért nekem nagyon könnyű a kutatási területem, hiszen mindent és mindenkit lefényképeztek. És még azokon a fényképeken, amit a hazatérőre raktak, ott is a hátuk mögött a festékes. Amikor odaálltak az élet elé, tehát a házaik elé, a kerítésen ott volna a festékes. Tehát ez egy annyira lelkükből való fontos dolog volt, hogy ennek ott kellett lenni, mint egy őrizőnek. Ezt valahonnan nagyon-nagyon messziről, keletről hozták, mert erre találtam párhuzamokat. A mi igazi festékeseinknek három fajtája van összesen. A nagyvirágos, amit itt látunk, ez kevésbé népszerű, hogy úgy mondjam. A kicsi virágos az, amelyik a legnépszerűbb, és a vízfolyásos. Hát persze, ez sokféle néven illetik, de a cikcakjaival az a harmadik. Akkor, amikor a Bukovinából ide érkeztek Magyarországra haza a székelyek, akkor azonnal észrevették, hogy az ő kultúrájuk nagyobb veszélyben van, mint kint volt Bukovinában. Tehát igyekeztek a múzeumot létrehozni, iskolákat létrehozni, és a tudást valahogy átadni, illetve arra biztatni a fiataljaikat, hogy őrizni kell ezt a kultúrát. Úgyhogy ezt szinte minden felmenőmtől, mert hál' Istennek ismerhettem a dédszüleimet, ezt megkaptam, hogy tanuld meg, leánkám, írd le, leánkám, ügyelj rá, leánkám. Tehát ez, hogy átadták a tudásukat, hogy igyekeztek mindent elmondani, megtanítani, nem számon kérően, hanem szinte kétségbe esetten, hogy megőrződjön ez a tudás valahogy. Ez végigment a korosztályokon. Az Isten segíts bírója Gáspár Marcitól, aki a telepítés egyik fő résztvevője volt, a leányának szült, a feleségének a legnagyobb szövőszakértő és gyógynövények szakértője is volt, a másik nagymamám szövőszakértő volt, tehát ilyen specialisták voltak szinte mindannyian. A Lőrinc Imre nagyapám is ismert ember volt, édesanyám pedig a szövésnek egy igen-igen jeles személyisége lett, aki tulajdonképpen átmentette a 60-as években az egész szövéskultúrát. Ezekből a szőttesekből, amiket ide az asztalra raktam, jó néhány van, ami ilyen érdekes módon teljesen üres a közep, és csak a végén van dísz. Ez azért van, mert ezt úgy hívják, hogy képre való kentedző. Ennek az volt a szerepe, hogy a szent kép fölé helyezzék,
és csak a két színen levő minta az, ami dominált. Nem volt mindegy, hogy a képekre milyen fajta szötteseket raknak, hiszen volt olyan, amelyik például a temetésekkor kapta a kántor, a pap, a keresztvívő, azokban mindig fekete volt, sőt, azoknak volt rótja, és a rótjában is gyakran fekete. Akkor, amikor örömből, tehát például a koma választás akkor ajándékként adtak szőttest, akkor vagy nem volt rojtja, vagy pedig a saját anyagából volt egy kicsi rojt. Az, hogy milyen szélesek a csíkok, milyen távolságban vannak egymástól, az pedig a bukovinain kívül azra is jellemző, hogy melyik volt az Isten segítség, melyik volt az András vagy, és is falvak szerint lehet tudni. A másik pedig, hogy még a mesternek, aki szőtte, tehát annak az asszonynak az ízlése, úgymond mester jegye is benne van. Ez alatt a 30 év alatt nagyon-nagyon sok olyan fiatal van, aki tovább csinálja. Lásd az Antal Zsoltot, aki garán már épp, mondhatnám, hogy ő is évtizedek óta tartja a néprajzi táborokat. Vagy emlegessem Csibi Krisztit. Szóval olyan sok emberbe sikerült megerősíteni ezt az igényt, hogy én egyáltalán nem félek attól, hogy el fog veszni. Mert ők is adják tovább. Tehát azt tanulták meg, hogy adják tovább. Én is azt tanultam meg, hogy továbbadjam, hogy szórjam ezt a tudást, hogy felvállaljam. És a felvállalás az, hogy ők is mindannyian, akik tanítványaim voltak a néprajzi táborban, fölvállalták a maguk bukovinyaiságát, és ezt a gyermekeiknek elmondják, és megtanítják őket imádkozni, akkor ez már annak a folytatása, amit annyira szeretett volna édesanyám is, és az idősek is, hogy amiben ők éltek, az ne felejtődjön el. A Gáspár Simonta is azt mondta, hogy föl kell emelni a fejünket. Ugye emelt fővel, ugye, ahogy a könyvnek a címe is van. Vállalni kell. Amikor megkérdezték tőlem, hogy akkor ennek a felvállalása, ez hogy miért vállalom föl, miért nem restelkedem, mint a 60-as években általában a legtöbb bukovinyi széke igyekezett a málét a szekrénybe dugni, ha jött valaki, tehát szégyelte saját kultúráját. Hát ha egyszer az ember verébnek született, hiába öltözik fecskének. Tehát akármilyen is, az akik az őseim voltak, azon változtatni nem tudok. Tehát ők voltak az őseim, azt kell fölvállalnom, akármilyenek is voltak. A bukovinai székelyek betlehemes játéka a csobánolás, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokás eredetileg házaló népi színjáték, melynek mára főként színpadon, iskolákban, szabadtéren, vagy akár templomokban és egyéb helyeken bemutatott változata terjed. Hidason a református közösség idén feleleveníti a népszokást, ami a szellemi kulturális örökség része lett. Már zajlik a szereplőválogatás. A székelyföldi eredetű karácsonyi népszokást, a csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad során, a rövid bácskai tartózkodás alatt, majd 1945 után mai lakóhelyén, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a székely közösség, mely mára annak szimbólumává vált. Ahogy a betlehemes játéknak, úgy a székelyek történetének középpontjában is a szálláskeresés áll, hiszen többször kényszerültek arra, hogy szülőföldjüket, lakóhelyüket elhagyva új otthonra találjanak. A hidasi tájházban egy eredeti bukovinai templom kicsinyített mását találjuk, egykor kakassal, jelenleg azonban keresztel a tetején. Készült azonban egy új református makett is. Ezt fogják használni, hiszen újra felelevenítik a szellemi kulturális örökség részévé vált népszokást Hidason. Ennek az az érdekessége, hogy ezt 1945-ben Hidasra telepítéskor itt egy valamelyik szekrény tetején egy idős bácsi, érdekes, aki már Bukovinában is részt vett ebben a játékban,
ő nála találták. És egy idős bácsikák, ilyen bognár asztalos mesterek kiegészítették a többi dolgokkal, és elkészítették. Természetesen kakas volt a tetején 47 és 49-ben, majd kölcsön kérték tőlünk a kakasdiak. Ők ugye katolikusok, és kicserélték egy kis keresztre. Ezt mi visszakértük, hát visszakaptuk természetesen 1979-ben, de ezt már nem akartunk hozzányúlni. De ezt a Erekijének tekinthető kis templomocskát, ott a tájháznak ajándékoztuk, és készítettem egy talán 15 esztendővel ezelőtt is egy ízig-vérig református kis templomot, egy négyfiatornyos erdélyi típusú templomot, és jelenleg azt használjuk a betlehemes játékunknál, vagy ahogy mi mondjuk csobányulásnál. A 10-12 szereplős játék résztvevői egy-két kivétellel mindenütt férfiak, fiúk voltak. A vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett az utóbbi évtizedekben a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja a csobánolásnak. Először 1945-ben és 47-ben játszották itten, vagy csinálták ezt a csobányulást, még azok az idős bácsik, akik még odahaza, mondom én is, hogy odahaza, még Bukovinába is ezt annak idején bemutatták. Az sem helyes kifejezés, hogy bemutatták, mert valamikor ez Bukovinába, sőt Hidason is úgy működött, hogy összeállt egy csapat, akik ebbe benne voltak, mint szereplők, és ez így történt 1979-ben is, amikor már én is részt vettem ebbe a csobányulásba, olyan idős bácsikkal, akik még ott kint Andrásfalván is ezt a dolgot csinálták, és ők tanítottak be minket, ugyanis nagyon fontos volt, és a hagyományokhoz hűen a szereplőknek az összeállítása. Függött kortól, hovatartozástól, ők szigorúan ragaszkodtak, hogy református vallású legyen. Egy picit másabb volt a miénk, mint a katolikusé. És hát a szereplőkről természetesen annyit, hogy az egésznek úgy mondjam a főnöke, irányítója, betlehem és gazda, az egy korosabb bácsi szokott lenni természetesen. Hadd jegyezzem meg, ezt szigorúan férfiak játszották, felnőtt férfiak, kivételt az angyal képezett, aki kicsi gyermek volt, de legtöbb esetben még a Máriát is egy fiú játszott, a 13-15-16 éves jó hangú fiúcska. Na, mint említettem, ott a betlehemes gazda, aki kézbe tartott az egészet, mert ez akkor úgy történt annak idején, hogy összeállt a csapat, és elkezdték délután is házról házra járva, bebocsátást kértek, mint ahogy ez a történetben szerepel is, és a betlehemes gazda volt, aki bekopogtatott a házakhoz, és jelezte, rövid mondókából küldve vagyok a betlehemi királytól és a hozzátartozó pásztoroktól, Krisztus Urunk születésének példáját követjük, befogadnák-e a betlehemes, a székely betlehemes játékot. És ha jelezték, hogy igen, akkor ő jelezte a csapatnak, akik úgy állt össze, ugye kezdeném a királlyal, a királyszolgával, a király ugye Heródes királyt jelképezte, a királyszolga, mint minden királynak, ugye ő neki szolgája volt, és már ott Bukovinába is katonás megjelenésű, jóvágású fiatalember szokta a király szerepét játszani, zsinoros, magyaros ruházattal, tehát mondom már ott Bukovinába is, és korona volt a fején, koronát imitáló, kemény papírból, fémből és ilyen kis papír rózsákkal teletűzdelve. Királyszolga egy fiatalabb legényke volt, legtöbbször székelyes népviseletbe, és ő a fején vitte egy kis imitált templomot, templommakettet, amit mi a Betlehemnek hívjuk, amely szimbolizálta a betlehemi istálót. Majd természetesen ugye a Szent József, Mária, meg az angyal, ugye ezt tudjuk a Jézus történetéből, az angyal, aki ugye jelenti a Krisztus születését a pásztoroknak, majd a pásztorok, ugye akik meglátogatták és ajándékkal halmozták, vagy ajándékkal látták el a született kicsi Jézuskát, természetesen öreg pásztor, akinek a viselete, bundát viseltek, ugye, mint a pásztorok odahaza fönt a hegyekbe, és fejbőrt, maszkot, amely az arcukat eltakarta. Az öreg pásztor teljesen fehér bundában volt, fehér aljjal, majd volt a bogláros, meg a bárányos pásztor. A bogláros az egy ilyen szürke, középkorú, őszülő
a jelmeze is ahhoz volt mérten, és a fekete pásztor a legifjabb, vagyis a báránykás, ő neki fekete volt a bajusza, a maszka, a bundája. Meg ugye nem sok juhok voltak, kecskék is. Természetesen a mi játékunkban szerepel egy kecskepásztor, meg egy muzsikás, furujás, nyulas furujás, aki ugye muzsikáltatja a zenét ennek a kis csapatnak, mert jókedvűben egy táncot is jártak a kis Jézusnak. De ugye a kísértés az mindig ott volt, meg most is jelen van, és a kísértő szerepét nálunk a hamubotosnak nevezett ördög, vagy a kísértő személyesíti meg, aki mindenféle tarka-barka, bozontos jelmezt viselt. Gyakorlatilag ez, ami a szereplő. És természetesen a házaknál ugye ismerve tudva a szokást, énekeket, a háziasszony, gazdasszony, ugye bebocsátást nyert ez a kis társaság, megtekintették ott ezt a történetet, amelyet eljátszottak, ugye, röviden összefoglalva abból állt, hogy bebocsátást kért, ugye, és Herodes tovább küldte, vagyis a király, párbeszéd zajlott el közöttük, majd abban az istálóba foglalta a helyet, ott megszületett a kis Jézus, az angyal jelenti a pásztorok jövének Krisztus látogatására, ajándékokkal kedveskedtek neki, és ezeket természetesen énekek kíséretében a belépést is ének előzi meg, és közben is angyal jelenti, a mennyből az angyal, ismerős dalokkal, hogy a pásztorok eljünk fel, és ezt a háziak, meg a szomszédok, akik odagyűltek, azok énekelték. Na most annyiból másabb a dolog, hogy ugye már házakhoz nem nagyon járnak, vagy járunk, és azért talán aktuális ez a dolog, mert éppen most van folyamatban, itt a Hidas Néptánc és Hagyományos Egyesületnél szeretném ezt a szokást föleleveníteni ismét, holott 79 óta 3-4-5 évente általában előszoktuk adni, most kimaradt, ha jól tudom, 5-6 esztendő, szeretnénk ezt újra, hogy ez a szép szokás ne vesszen ki, és épp most a szereplők válogatása történik. Az előadást meg hát ez nem a házaknál, hanem egy zárt, egy művelődési ház előadás keretében rendszeresen a templomban elő szoktuk adni, vagy akár a tájházunkban bemutató jelleggel. A betlehemes játékhoz már zajlik a szereplő válogatás, és hamarosan a próbákat is megkezdik Hidason. Századik születésnapját ünnepelte Pap Lajosné Anna néni, akit népes családja és közeli barátai köszöntöttek a jeles napon. Székelytáncokkal, népdalokkal, mesemondással is megfűszerezték az amúgy is különleges napot. Anna néni pedig meghatódva látta, hogy szinte mindenki jelen van, aki számára sokat jelent. Mint mondta is, az ő hosszú életének ez a titka, hogy szeressen és hogy szeressék. Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, örökségemet értő szánalom. A 100 éves születésnapját ünneplő Pap Lajosné Anna néni a színpadon állva mondott el egy imát az őt köszöntő családtagjainak, barátainak. A hit mindig is fontos része volt az életének, meggyőződése, hogy ez és a szeretet, amit adott és visszakapott élete során ajándékozta meg ezzel a szép korral. Fia Domonkos volt az, aki összehívta a népes családot, hogy együtt méltón megünnepeljék ezt a nem mindennapi születésnapot. Egy nagyon nagy családja van édesanyámnak, hál' Istennek. Egy nagy családi és egy szintén népes baráti társaságot hívtunk meg ide. Nyilván olyanokat, akik intenzív kapcsolatban vannak édesanyámmal, és hát így sikerült nem 100 emberbe limitálni a létszámot, mert nyilván még nagyon sokan voltak jelöltek, meg jöttek is volna szívesen. És akkor így terveztük, hogy ez a körülbelül 100 fő, de lehet, hogy pontosan 100, ezt majd meglátjuk. Vendégül látjuk őket, megköszöntjük közösen édesanyámat, tervezünk egy kis műsort neki. Ez az egy dolog, ami meglepetés neki, többiről mindenről tud. Ezt az egyet gondoltuk, hogy ez legyen neki egy ilyen szép emlék, meglepetés. Ugye édesanyám 5 gyermeket szült, abból 3-an élünk már csak sajnos, párok együtt. Unokája 14 született, szintén 13-an vannak meg, tehát sajnos egy elment már. Dédunokája az idén januárban született a 20-dik, és hát nagyjából talán betelt a létszám, hiszen már unokák azért már
meg lett felnőtt emberek, és van már két unokája és két kicsi angyalka. Miután mindenki megérkezett és elfoglalták a helyüket a vendégek, bevonult az ünnepelt is, aki meghatódva látta, hogy szinte az összes családtagja, gyerekek, unokák, déd és ükunokák is összegyűltek a tiszteletére. A köszöntő beszéd után néptánc, székelymese mondás és énekszó töltötték be a Cikói művelődési ház falait. Anna néni pedig elmondta, nem is gondolt arra, hogy ilyen szép összejövetelt szerveznek a tiszteletére. Édes jó Istenem, és megértem, látott fiam. Engemet nagyon meghallgat a jó Isten, az Úr Jézus. Meghallgatnak. Már sose gondoltam, hogy én ezt a napot megérem. Nézd meg, megértem. És úgy megértem, hogy el tudtam jönni, és nagyon szép. Nem lehet szóhoz jutni. De tudod, mi érted? Mondja a szeretet. Anna néninek a hosszú élete során kijutott jóból és rosszból is. Elvesztette egy gyermekét, majd szeretett férjét, túlélt egy világháborút annak meg annyi megpróbáltatásával. Mégis most, hogy visszatekint a múltba, azt mondja, hogy az Istenbe vetett hite és a szeretet az, amik ilyen sokáig megtartották őt szerettei körében. A szeretet, fiam, ha nincs szeretet, nincs élet. Akkor nincs élet. Én mindenkit szeretek, de én amekkoracska vagyok, én annyi szeretetet tudtam adni mindenkinek, hogy az senki egy rosszot nem tud szólni. Rám, aki szól, az még azt is szeretem, aki nem szeret. Még azt is, fiam. És hiába ezt a szép hosszú életet megköszönöm az Úr Jézusnak. Nem tudom hányszor egy nap. Nem tudom, fiam. Én nagyon tudok szeretni a családomat, minden. Idegeneket is, mind. Én megyek, akár állnak, akár menjen, fiatalabbak, akár mi. Köszönök, hogy tanuljanak, ők is köszönni, tudod? Hogy tanulják meg, hogy kell köszönni. És hiába ilyen. És erre nem gondoltam, hogy ilyen lesz nekem, édes Jézusom, olyan, mint egy kis lagzi, vagy nem is tudom, mit mondjak. Aranyos, nagyon aranyosak a gyermekeim, nagyon, nagyon szeretnek, de én még jobban biztos. Nehéz ezek után bármit is írni vagy mondani. Kívánunk Anna néninek még nagyon sok boldog évet, szeretetben, egészségben és boldogságban népes családja körében. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!